Sziasztok, Bisz vagyok, és folytatódik a Far Cry 4, ugyanis viszonylag sokan írtátok, hogy folytassam, illetve így is úgy is játszanék, miért ne vegyem fel, akinek meg nem tetszik, szépen kikapcsolja a videót, kilép belőle, tehát értitek. Először is kezdjük ott, hogy meg vagyok fázva. Úgyhogy kicsit orhangom van, elnézést, remélem nem olyan nagy probléma, nem lesz annyira idegesítőbb az idegesítő hangom. Hol is tartok a sztoriban? Tehát felfedeztem az összes rádiótornyot, mint láthatjátok, illetve megvettem az összes kis térképet. Tehát az összes bizbaszt látom. 1 millió kairát pezóba került, úgyhogy most csóró vagyok, még töltényre sincs pénzem. Ez ellen kéne tenni, úgyhogy csinálom ezt a H betűt, ez egy ilyen story módjának egy kisebb, tehát nem a Golden Path-nak a küldetés missziói, hanem annak egy al missziója, de ez is a főküldetés szához tartozik. Remélem érthetően magyaráztam el. Úgyhogy ez lesz a mai videóba, de úgy döntöttem, hogy mi lenne, ha szavaznátok, hogy, vagy írnátok véleményt, hogy mit csináljak Far Cry 4-en belül. Például fedezgessen fel a kis kérdőjeleket, vagy a outpostokat takarítsam ki, azért itt van egy pár, itt annyira nem nagyon jártam, vagy fedezzem fel az unknown location-öket, bár azzal az a baj, hogy misszió folyamán fognak ezek felderülni, kiderülni, és misszió folyamán tudok ott öldökölni sokat, amúgy csak pár őrség van ott, például itt van egy reptér, ami tök izgalmas, mondom, megnézem, mi van ott, erre csak pár enemy föl se fedeztem, ez egy sajnos még úgymond egy fekete területet, hiába megyek oda, nem tudok interakcióba lépni a helységgel. Visszatérve, hogy miket tudok még csinálni, miket javasolhattok, tehát kérdőjeleket, outpostokat, fő küldetésszálat vihetem, vagy csinálhatom a mellék küldetésszálakat, vagy fedezzek fel, csak úgy random menjek a világba, így is úgy is lesznek ellenfelek, kérdőjeleket vadásszak, gyémántot vadásszak, hoppá, kis szó ismétlés. Tehát értitek, hogy mit csináljak, mert rengeteg felfedezhető hely van a játékban, és rengeteg helyen még nem voltam, annyira telített maga a játék térkép. Fú, hát itt is nézzétek, mi lehet az a kérdőjel, tökre izgalmas szerintem. Én nagyon szeretem a hegyvidéki hangulatát a játéknak, ezért is szeretek felfedezni, és ezért nekem mindegy, hogy mit csinálok a játékban, így is úgy is élvezni fogom. Még sajnos az északkeleti részre nem mehetünk be. Illetve sajnos fortresszeket elfoglaltam. Miért mondom azt, hogy sajnos? Azért, mert föl akartam venni, és föl is vettem, de hang nélkül. Úgyhogy majd ennél a Y Fortressnél bekapcsolódtok. Szerintem az elég nehéz lesz. És kíváncsi vagyok, hogy egyedül sikerülni fog-e, mert ezeket a Fortresszeket kópra találták ki. Na jó, csapjunk bele a játékba, elég a dumából. Tehát, hova is megyünk, azért ezt nézzük meg, a H betűhöz. Képzeljétek, olyan csóró vagyok, de ezt mondtam is, nincs töltényre pénzem. Tehát nincs sniperre sok töltényem, körülbelül olyan, most azon gondolkoztam el, hogy mennyi, olyan 8 darab töltény, meg egy tár. Vagy lehet, hogy még kevesebb. A sniperrel azért elég kényelmes volt hátulról ölni. Jó, közben automata oda visz minket a játék, el is engedtem a billentyűzetet. Tehát Far Cry 4, a H betűt fogom megcsinálni. És írjátok meg, hogy milyen küldetést csináljak, legyen-e még, tehát nekem mindegy, ha nem tetszik nektek ez a sorozat, illetve nem is sorozat, hanem Far Cry 4-ezés, nem is végigjátszás, csak pár részt töltök fel, mindig mondom, hogy hány százaléknál tartok, jelen esetben 22-nél a történetbe, és akkor így csinálom a videókat, ott egy karma challenge, ami most engem nem érdekel, pedig meg kéne csinálni, csak amikor a állatok támadnak emberre, és meg kell őt mentenem, mindig lelövöm az embert is, és akkor mínuszba jövök ki, úgyhogy nem is érdekel ezek az állattámadások. Én majd a piros emberkéket lövöm lefele, tehát az ellenfeleket, az jobban izgat. De jó, hogy így automata elvezetget a rendszer, mert így tudok hozzátok beszélni, például. Hoppá, ott egy elefánt, ha jól hallom. Vagy egy orszarú. Hú, de nem szeretem az orszarúkat. Vasárnap streameltem Far Cry 4-ből.
viszonylag sokan néztétek, és viszonylag sokan lájkoltátok, úgyhogy szerintem tetszik nektek ez a játék, mint ahogy nekem is. Tényleg sok a felfedezni való, lehet, hogy egysíkúak azok a dolgok, amelyeket meg lehet találni. Nem olyan változatosak, nem olyan izgalmasak, most kétszer kinyitsz egy gyémántos ládát, most azzal nem lesz több a játék, hogy még tele van 999 helyen ugyanilyen gyémántos láda, meg ugyanolyan maszk, meg mit tudom én. De én ezeket élvezem, pont a helyszín miatt, pont a környezet miatt, az a libidó, rossz szó. Tehát ez az illiő, amit nyújt a játék, a libidó az más, az nekem nagyon bevált. Húha. Na, jön is az ellenfél. Igazából annyira nem érdekel. Én még valaki? Nem. Jön még valaki? Nem. Oké. Ajaj, ellenfél. Rossz gomb. Aj, ez a portolt irányítás, ez mindig bajba sodor. Például kitalálta ki azt, hogy görgővel váltsak eldobandó eszközöket. Tehát gránátot, dobókést, húst. Görgővel ezt lehet váltani. Most azzal mit érek? És csak ezzel a gombbal tudok váltani fegyvert, elsődlegest, vagy a 1-es, 2-es, 3-assal, amivel én nem játszok, mert 1-essel millizek, úgyhogy ez tök kellemetlen, átállítottam az egére a dolgokat, viszont néha nem sikerül megnyomni, és ezt a homályos kamerát hozom be, ami nem tudom miért homályos. Kellemetlen. Mindegy, ezen most túlesünk, és megyünk a küldetésünk felé. Mert kell pénz, csórók vagyunk. Nem is tudom, úgy költekeztem el azt a 1 millió Kairat Pezot, hogy így, egy csettintés alatt összejött az a pénz. Nem is érdekelt a pénz. Most meg olyan csóró vagyok, hogy a templom egere. megint csinálunk egy himolájás küldetést. Streamen belül csináltam egyet. Úgyhogy valószínű. Igen, ez egy himolájás küldetés lesz. Ami azért fájdalmas, mert nehezek. Nagyon nehezek. Nemhogy ti a videón keresztül nem láttok semmit, de én se. Higgyétek el, csupa fehér lesz, ha nem lesz fehér, meg hózi... végre. Tehát most csak szimplán iszonyat világos van. Mert visszaveri a... basszus. Visszaveri a hó a nap sugarakat. Na, ez így elég kemény kezdés volt. Minden esetre remélem, igen, most sokkal jobban látszódnak az emberek. Múltkor akkora hóvihar volt, nem láttam a fülem tövéig sem. Úgyhogy az nagyon kellemetlen volt, most azért viszonylag jól be lehet látni a környéket. Mi az ott? Az ott valami villog. Jaj, tudom. Hopsz, ki akart észrevenni? Az a csávó. Épp hogy látom. Épp hogy. Ha nem is mozogna, nem is venném észre. Egy csávó lenne itt. Összvisz. Mennyi a töltényem? 5 darab plusz egy tár. Hú, de kellemetlen. Hát, igen. Ez már csak egy ilyen. Újha.
Streameltem, körülbelül ugyanilyen bénán játszottam. Sírta is valaki, hogy nem vagyok egy Far Cry 4 játékos. Igaza van. Tehát én dur bele a közepébe szoktam menni. Egyrészt azért, mert így izgalmasabb. Másrészt azért, mert nincs kedvem most felfedezni a dolgokat. Most szimplán elkerülte a figyelmemet a csávó. Nem tudok ezekkel ellen mit tenni. Legalábbis nyilván tudnék, de ahhoz nincs sok kedvem. Úgyhogy így dur bele, ész nélkül szoktam játszani. És látnám a red dotomat, az sokkal jobb lenne, de nem látok semmit. Nemhogy a red dotomat, még az enemit se. Gyorsan meggyógyítjuk magunkat. És előveszem a kis pityumat, meg azt fölrobbantjuk. Áj, egy lövésből nem akar meghalni, akkor lövünk bele még egyet. Itt van a közelemben valaki. Azt is lelőjük. És át fogjuk kutatni az összes hullát, mert kell a pénz. Jó. Na, milyen pénzed van? Nem láttam semmit a hótól. Hol egy hulla még? Nem látok semmit, annyira világos van. Na most látni fogom. 3000 kár. Ó, már 15000-et összegyűjtöttem. 18000-et. Az nem rossz. Ezt elolvassuk. Ezt fölvesszük. Ajjaj. Jó, akkor elmondom, mi lesz a következő. Még két tábort felfedezünk, és annál az utolsónál lesz a majom, amit keresünk. Úgyhogy healenünk magunkon. De király ez a camp. Ezen nem lehet közlekedni? Ezen itt? Nem. Itt lesz egy láda, azt is kinyitjuk. Na, mennyi pénzem van? 26000-et láttam kiírva. Ezen a kötélen gondolom nem lehet menni, nem. Akkor itt szépen lecsúszunk, és következik a hegymászós rész, amiben nagyon-nagyon béna vagyok. Remélhetőleg nem lesz valami bonyolult. Mi ez? Jaj! Fölrobbantottam valamit. És gondolom, hova befötte az enemit. Tékamó. Sniper rifle. Rockets. De ne vegyél észre! Így lesz a mom. Jó, így lesz a mom. Nyomogatom. Hajj már meg! Még a mót adjál, nem ad. Oj, mennyi kell beléd! És miért nem talállak el? Jó. Jön még egy enemy. Ne lőj belém, ne lőj belém. Jó, nem lőtt belém. És most láttam is a red dotot, most célozni is tudtam. Jó, menjünk így erre. Meg itt körbe, hátba támadnak. De nem. Az ott mi? Töltény. Ennyien voltak? Hát, ez félelmetes volt. Ott egy Juggernaut. Ott egy enemy. Ezt kinyitjuk. Legugolok.
Azt lelövöm. És tüzi játékot csapunk. Haha. Fegyvert elő. Elég durvákat sebeznek. Ojaj. Ojaj. Előbbi megkeressük a hullákon a pénzösszegünket. Illetve valahol itt volt ammó is, arra fele. Igen, itt volt az ammó, abból is felveszünk egy adagot. Jó. Oké. Akkor mehetünk búvárkodni. Nem lesz kellemes. De muszáj lesz. Haha. Na. Levegőért jöttünk, vagy itt? Itt nincs semmi, levegőért jöttünk, oké. Ott is kimegyünk levegőért. De jó! Vicces. Mondjuk nekem kiskoromba, illetve az most is akár, mindig hát egy félelmem volt, hogy beszakad alattam a jég, sokat koriztam, attól függetlenül nem tudok korizni. Sokat szánkoztam a jegen, mert itt van a közelünkben egy tó, Budapest legnagyobb tava, Google. és oda mentünk korizni. És mindig egy félelmem volt, hogy beszakad, aztán hát nem nagyon jövök ki abból jól, ha beszakad, értitek? nagyon szenved a karakterem. Jó van már, hát csak picit hideg. Tudnám merre kell menni? Tisztára el vagyok tévedve, jó, arra mutat a nyíl. Menjünk! Jó, oké, kell egy kis oxigén neked, látom, hallom, érzem, érzékelem. Akkor oda fölmegyünk. Jó, megvagy? Oké, mehetünk. Cross the water. Jó, arra megyünk, jó? Oké. Ússzál már gyorsabban. Nem tudjuk leszedni? Szedjük már le. Detonate. Nem tudok kijönni. Hogy detonáljam? Ja, nem, nem így. Hát ez így... Elég gáz volt. Nem tudtam máshogy kijönni. Hújjúj. Hát befűtött, mint nem mondjak. Mert keresünk egy kis pénzt, mert csóróak vagyunk. 48 ezer. Nem rossz.
Ó, szívroham. Én mindig az a kis majomszobor kell nekünk. Jaj, ne, hegymászás, nem szeretem a hegymászást, nem szeretem. Jó, hú. Ne kelljen. Mi az, Yeti? Jaj, egy nagyon aranyos medve! De kivel harcolt? Na, egy párduccal! Jó, ezt kivágom belőle, aztán... mehetünk hópárduc paprikást főzni. Ott van, Ni. Szerintem drága a skine, úgyhogy levadászom. Kilőtt rám! Jaj, egy medve! Medve, hópárduc, oj, kicselezett. Na. Hópárduc paprikás lesz. Karácsonyra. Az állatvédők biztos szerethetik ezt a játékot. Annyira bírom ezt a játékot, ha... Ó... Basszus, de király. És mondjátok meg, hogy nem király ez a hangulat. Komolyan itt egy Buddha szobor, vagy nem is tudom. A hegy közepébe. Ez akkora király. Escape the cave. Összefogom, Lani? Nem, csupán lelőnek. Gyerünk, másszál az életedért. Úgy van. Akkor azt az RPG-st kiszedjük. Még van itt RPG-je, ahogy hallom. Találjam már el. Húha, vannak itt még. Ilyenkor eltalálom legalább? Vagy mi van? Hát nehogy itt halljak meg, mert szívrohamot kapok. Hatvan töltényem van. Tudtam, hogy nem kéne Flame Tower-re cserélnem a bizonomat. Hú, baze. Ez az. Ne RPG-zz ide, könyörgöm! Húha! Hát ez... gázos helyzet volt. Nincs egy full táram. Távirányító volt nála. Jó. Oda kéne mennem? Na, akkor minek jöttem le? Jaj, de kedves a játék, bolondot csinál belőlem. Ó, legalább egy kis amót szereztem.
Ja, értem. Jó, megvan. Oké, tehát ki kell másznom. Jó. Hát volt egy kis idő, hogy rájöjjek. Mindenesetre szerintem ez már nem olyan izgalmas. Úgyhogy el is köszönhetek tőletek. Tehát, mint a videó elején megbeszéltük, aki szeretne még Far Cry 4 sorozatot látni tőlem, akkor írja meg, hogy miket csináljak a Far Cry 4-en belül. Sztorit, mellékküldetéseket fedezzek föl, random kempeket hatástalanítsak. Tehát értitek. Jaj! Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Innen gyorsan kimászok. Találtam egy papírost. Úgyhogy sziasztok!